Pécs város híradója. Szeptember 16-án szerdán önök a Pécs TV híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány cím a ma esti műsor tartalmából. Osztrák tüzérdelegáció Pécset, zárjegy helyett adójegy. Eső után Kisposta völgyben. Négy napos hivatalos látogatásra tegnap Pécsre érkezett az osztrák első tüzérezred parancsnoka és kísérete. A Rainer Karasek alezredes vezette delegáció a szakmai megbeszéléseken túl ma egy harcászati bemutatót is megtekintett vendéglátóival, a 101-es tüzérdandár vezetőivel. A küldöttség tagjai a tegnapi munka megbeszélést követően ma a gyakorlati feladatokkal ismerkedtek. A harcászati bemutató jó összehasonlítási alapot nyújtott a két hadsereg működésében rejlő különbségek és hasonlóságok feltérképezésére. Mint megtudtuk, a tüzérdandár, mint a magyar hadsereg egésze, változás alatt áll, és ezt a mai gyakorlatot már a NATO haderőiben rendszeresített előírások szerint végezték. Az osztrák delegáció vezetője, Karasek alezredes, elismerően nyilatkozott a látottakról. Nem először láttam ilyen kiképzési feladat végrehajtását. Másodszor járok Magyarországon, akkor és most is az a meggyőződésem, hogy a magyar tüzérség felkészült, és nagy megbecsülés illeti őket. A parancsnok a továbbiakban elmondta, 2000-ben közös hadgyakorlatot terveznek a 101-es tüzérdandár egységeivel. Az osztrák delegáció pénteken utazik vissza állomás helyére. A város közművesítési tervében szerepel Szabolcsfalu csatornázási terve is, ám a megvalósítás már évek óta késik. A falu lakói az önkormányzatot okolják a beruházás elhúzódásáért. A város egy nagyszabású 2006-ig szóló közművesítési program tervét dolgozta ki. Ennek első lépcsőfokaként 1996-tól 98-ig 860 millió forintot költenek közművesítésre, a folytatásban pedig 1999-től 2000-ig 1500 ingatlant érintve mintegy 1,5 milliárd forintot. A szabolcsfalusiak azonban a jó hírek ellenére sem elégedettek, ugyanis közművesítésük már évek óta húzódik. Szerintük már 1997-ben megvalósítható lett volna a beruházás, ha hasonlóan a Mecsek oldalihoz a Pécs-Szabolcsi területet is ütemtervekre bontották volna, illetve ha a két terület közművesítését együtt pályáztatták volna meg. Mivel hogy a Mecsek oldali részt külön pályáztatták, azt a részt megnyerték, tehát így munkával el voltak látva több évre, így nagyobb összeget szabtak meg ennek a területnek a kivitelezésére, és sajnos ezt a város költségvetése nem bírta el. Ezt a területre, tehát a vízügyi alaptól a céltámogatást és a környezetvédelmi alaptámogatásokat megkapta a város, de mivel hogy saját maga nem tudta fedezni azt a költséget, ami még kellett volna a másik 50%-hoz, ami a lakosságéval került volna kiegyenlítésre, így ez elmaradt. A Városfejlesztési Iroda mindezt másképp látja. Sajnos nagyon az év végére csúszott ez a kezdési lehetőség, és akkor egy olyan helyzetbe került ez az ügy, a program, hogy olyan magas kivitelezői ajánlatok jöttek, amit végül sajnos az őrész miatt a város nem tudott felvállalni. Vitatkoznak amiatt is, hogy az önkormányzat nem tudta elnyerni a céltámogatást, így a környezetvédelmi és a vízügyi alap hiába segített volna, az előbbi összeg nem volt biztosítva. Sajnos a továbbiakban is olyan problémák vannak, hogy megint tehát tervmódosításokat hajtottak végre, megint elkéstek az újrapályáztatással a céltámogatást, mivel befogadó még nem épült meg, így nem tudták megtenni, tehát a céltámogatást elutasították. Következik a 98-as év, amikor sajnos a pályázatunk nem nyert, és ezzel hiúsult meg a kezdési lehetőség, és ami még ezzel szorosan összefügg, egy műszaki körülmény, hogy át kellett tervezni a szabolcsi szennyvízügyet. Tudnélik, a 6-os úton lévő főgyűjtő, mint kiderült, annyira túlterhelt, hogy nem lett volna kívánatos erre való rákötés.
Ekkor jött az ipari park felfutásával egy időben az az elgondolás, hogy az ottani gerincvezetékre csatlakoztassák a település szennyvízét. A falu lakói szerint a beruházást már akkor is el kellett volna kezdeni, mivel a csatlakozás mindenképpen érinteni a keleti csatornarendszert, és utólag is rá lehetne csatlakozni az ipari park vezetékére. Nagyon sok probléma volt az önkormányzaton belül is, de erről azért nem szeretnék beszélni, mert hát itt bizonyítani kell különböző dolgokat. Nyugodtan kijelenthetem, hogy szóval nem azon múlott, hogy itt bármiféle adminisztratív mulasztás lett volna, hanem végül is a központi támogatási ügyek, valamint pedig ez az evidencia, ami szerint hát ugye egy jobb műszaki megoldással kell ezt a témát megoldani, ez az a körülmény, ami miatt végül is ez a dolog odázódott. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egyeztető fórumot szervezett ma az adójegy bevezetésének szabályairól és hatásáról. Hivatalosan az adójegy szeptember 1-től váltotta fel a zárjegyet. A jövedéki törvény értelmében mindenfajta dohányterméket 98. szeptember 1-től zárjegy helyett adójeggyel kell ellátnia a gyártónak. Az adójegy egy olyan értékjegy, amelyben már a gyártó, illetve az importőr megfizeti előre a jövedéki adót és az áfát. Az utána következő körben már kikerülnek ezek a termékek az áfa alól, ezért érinti a gyártókat, érinti a kereskedőket, nagykereskedőket, kiskereskedőket. Kereskedelmi forgalomban az új adójeggyel ellátott cigarettákkal először csak néhány hét múlva lehet találkozni, hiszen nagy oka már raktáron lévő készletek, de párhuzamosan forgalmazható még az adó, illetve zárjegyes termék. A különbség annyi, hogy az adójegyes cigaretták után a kiskereskedőknek nem kell áfát fizetni, és a gyártó által feltüntetett áron hozható csak forgalomba a termék. Ez alól csak a vendéglátóipari egységek kivételek, ahol felszámíthatnak úgynevezett felszolgálási díjat. A vámparancsnokság viszont bármikor és bárhol ellenőrizheti az adójegyek meglétét. Azok fognak rosszul járni, akik nagy kulccsal értékesítették tovább, tehát most nem fordulhat elő, hogy akár 50%-os felárral is valahol árusítsanak cigarettát. Hamarosan birtokba vehetik az oktatók és a hallgatók a Janus Pannonius Tudományegyetem újjávarázsolt A épületszárnyát. Az érintett tanszékek a héten már megkezdték a költözködést. A Janus Pannonius Tudományegyetem A épületszárnyának műszaki átadása már ez év május 3-án megtörtént, ám az oktatási év vége, illetve az informatikai rendszer telefonhálózat hiánya miatt a nyári hónapokat kihasználva valójában csak szeptember 3-án helyezték üzembe az új szárnyat. Az egyetem saját finanszírozásból is több milliót költ még az épületre, melyben a tanszéki szobák mellett kémikusok, mikrobiológusok és ökológusok kapnak helyet, akik már elkezdték a költözködést. Eléggé nehéz körülmények között dolgoztunk. Egy átalakított, számunkra átalakított garázsban volt, 100 négyzetméteren ez a laboratórium, és ott kellett úgy kialakítani a helyzetet, hogy dolgozni, mikor eredményesen dolgozni tudjunk. Ahhoz képest ez a hely fölüdülés és megváltás. Abban reménykedünk, hogy itt még jobb eredményeket sikerül majd elérni. Szoktam viccelődni a munkatársaimmal, hogy itt most már a Nobel-díjnak nincsen akadálya. Újabb keresztelő erősíti a hagyományt, miszerint olyan sikeres, neves sportemberekről neveznek el bajnoki csoportokat, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk. Hang János volt kiváló kézilabdázó, vagy játékvezető, már több éve nincs köztünk. A Megyei Kézilabda Szövetség most nemes gesztusra szánta el magát. Mi úgy éreztük már korábban, erre más megyékben is volt példa, hogy a sportág azon nagyjaira valami formában emlékezni kell, akik sokat tettek a sportágunk érdekében, és akiknek a kézilabda sportág beindításában és eredményeinek, jelentős eredményeinek elérésében szerepük volt. Valami formában a jelenleg
sportoló egyénekkel tudatosítani kell, hogy kik azok a személyek, akiknek azért az egész kézilabda sport, ugye a Baranyai kézilabda sport is köszönettel tartozik. Ezért közé tartozott Hank János, aki lényegében a kézilabda sport megalakulásától kezdve, tehát 1951-től kapcsolatban volt a sportágunkkal, megalapítója volt, az egyik megalapítója volt a Pécsi Dózsának, és az ő nevéhez fűződik az is, hogy a Pécsi Dózsa lényegében mind játékosként is eredményesen tudott szerepelni, először Baranyaiba kézilabda sportban. Ezen felül mind edző is jelentős sikereket ért el, és hát mi ezért úgy éreztük, hogy feltétlenül hát az emlékét ilyen formában kell megőrizni. Az MB2 nyugati csoportjának férfi bajnoksága tehát Hang János nevét fogja viselni. Reméljük, hogy a hagyomány folytatódik. Szerencséje volt a ma délutáni baleset vélhetően Vétkes alanyának a búzatéri zsúfolt útkereszteződésben. A karambolt kisebb sérülésekkel sikerült megúsznia. Délután a Lánc utca, Felsővámház utca kereszteződésében baleset történt, amelynek során egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze. A balesetnek csak egy könnyebb sérültje volt, a személyautó vezetője, akit kisebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Annyit láttam, zártam be az autót, és egy óriási nagy csattanást hallottam, hogy ez a kék autó akart lekanyarodni balra, a busz pedig jött onnan a város felől, ez megy arra kifele, és valószínű úgy gondolta, hogy kiír még előtte, de hát elszámította magát, mert nem ért ki. Ott jártunk, korra rendőrség szakértői még vizsgálták a baleset körülményeit. Robbantással fenyegetőzve raboltak ki ma délután egy bankot, Pécsett. A budapesti tűzszerészeket még várják, ezért a Kolozsvár utca jelen pillanatban is le van zárva a forgalom elől. Az elkövető nem szólt semmit, amikor belépett a bankba. A pultra tett egy papírlapot, ezen az állt, hogy adják át a bevételt, különben a nála lévő robbanó szerkezetet működésbe hozza. A nyomaték kedvéért egy kést is előkapott a zsebéből, ezt az alkalmazottakra fogta. A megrémült hölgyek 400 ezer forintot gyömöszöltek a támadó Spár feliratú reklámszatyrába. A férfi ezután egy fehér ragasztószalaggal becsavart antennával ellátott papírdobozt hagyott az asztalon és elmenekült. Csak percekkel később merték felhívni az ügyeletet. A kiérkező bűnügyi technikusok gyanúsnak találták a csomagot, ezért lezárták a környéket, és jelenleg is várják a budapesti tűzszerészeket. A dolog érdekessége, hogy ezt a bankot 3 éve csak nem ugyanilyen módszerrel rabolta ki valaki, akkor egy szappanos dobozba rejtett szerkezettel fenyegetőzött. Az elkövető 170 cm magas, erős testalkatú, piszkos szürke széldzsekiben volt és barna nadrágot viselt, egy fantomkép is készült róla, aki felismeri valahol, értesítse a 107-es telefonszámot, vagy szóljon bármely rendőrnek. Híradónk végén képes híreink következnek. A magyar és az osztrák közlekedési minisztérium rendezett tárcaközi konferenciát tegnap Pécsett. A Pannonvolán által szervezett tárgyaláson az Ausztriába tartó autóbuszok műszaki állapotának kérdését és a két ország közötti menetrend szerinti közlekedés új alapokra helyezését vitatták meg. Ezen túl várhatóan mindkét fél nagyobb figyelmet szentel a buszok műszaki állapotának ellenőrzésére és a kiadott cél, illetve tranzit engedélyek egyensúlyára. Ma a Dominikánus házban a sajtó képviselői tájékoztatták a szervezők az 5. Európai Bordalfesztivál programjairól. A világon egyedülálló rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend, idén már 26 jelentkezés érkezett, ebből 5 férfikar, így ír, olasz, lett, szlovén és erdélyi kórusokat hívtak meg, akik szeptember 25-e és 27-e között mutatkoznak be Pécsett és a Borút településein. A fesztivál gála hangversenyére szeptember 26-án este a Pécsi Nemzeti Színházban kerül sor. Martin Ferenc Kossuth díjas festőművész a város díszpolgára születésének 100. évfordulóján a róla elnevezett emlékbizottság több ünnepi programot is szervez. Pécs megyejogú város közgyűlése döntött arról, hogy a terveket több millió forinttal támogatja. Így a Martin Ferenc Alapítvány ösztöndíjának összegét megnöveli 1 millió forinttal, és a budapesti műcsarnokban Pécsett és Kaposvárot rendezett kiállítási katalógus megvalósulásához is hozzájárul. Az évfordulón talán a Martin Múzeum ügye is megoldódik majd.
A Horváth Színház csoport Horda galériájában Tóth István kiállítását ma este Bükkösdi László nyitotta meg. A fiatal képzőművész munkáit, aki 1986 óta a Művészeti Szakközépiskola tanára, könyvillusztrációi kapcsán már ismeri a közönség. A Horváth Színházban látható fekete-fehér alkotások grafit technikával készültek, egyszerű formáival, állatfiguráival, mégis az emberekről és az emberekhez szólnak. Kedves nézőink, Önök a Pécs TV híradójának szerdai kiadását látták. Friss információkkal a szokott időben holnap este 18 óra 40 perctől várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Időjárásunkat még mindig a nyugat, északnyugat felől érkező különböző nedvességtartalmú légtömegek határozzák meg. Északa-nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég és helyenként csapadékra is lehet számítani. Hajnalra a hőmérséklet 8-13 fokig csökken. Holnap napközben várhatóan lassabban vonul át a felhőzet és többfelé várható eső. A levegő 14-19 fokig melegszik fel. A nyugatias irányú szél élénk lesz, időnként megerősödik. A vizsgált légszennyező anyagok közül a nitrogén-dioxid csúcskoncentrációja közelítette meg az egészségügyi határértéket. A Buzsáki és a Boszorkányút környékén rövid időszakra túl is lépte.